Szeretettel köszöntelek benneteket, külön a kaposvári szekciót itt, akik eljöttek támogatni, illetve hát itt vannak, tehát így ki vannak helyezve, ilyen átmenetileg itt állomásoznak Budapesten meg környékén. Mielőtt belekezdenék, eszembe jutott, hogy ide készültem, hogy szeretnék ma azokat biztatni, akik szervezitek ezt, én nem tudom pontosan, hogy kik, mondjuk Sanyit ismerem, Guci Sanyit, hogy nagyon fontos dolog, amiben benne vagytok. Én amikor, ugye, ahogy már elhangzott, az Óbudai Egyetemre jártam, vagy akkor még Kandónak hívták, és a Bécsi úti Koliba laktam, és ott bibliakört kezdtünk el szervezni, és hát messze nem volt ilyen létszám, ilyen 7-8-an lehettünk. Ez volt a csúcsidőszak. És az igazság, hogy közben is nem volt ez egy ilyen sikersztori sok szempontból. Voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, hogy hát nem is nagyon akarják a többiek, nem is akarnak jönni. És volt pont egy ilyen periódusomban, egy ilyen mélyponton voltam, amikor az egyik év elején ki volt, azért mondom, kiplakátolom, hogy hát lesz most is bibliakör a Koliba, hát ha lesz érdeklődés. És aztán érdekes volt egyik este, hívva a portás a portáról, föl a Koli szobába, nem, engem életemben nem hívott, és mondja, hogy hát engem a Tóth Mihály keres. Hát mondom, Tóth Mihály, nem ismerek, mondom, hát az a főiskolának az a főigazgatója volt, de hát mondom, Tóth Mihály, miért keresne engem? És aztán lehívott, leültetett, ott volt neki egy föntartva egy szoba a kollégiumba, és elmondta azt, hogy ő hívő ember, keresztény, református hívő, és hát így olvasta, hogy lesz ez a bibliakör, hogy segíthetne nekünk valamiben, és akkor elmondtam, hogy hát nem olyan egyszerű a helyzet, hogy sokszor úgy tartottuk az alkalmakat itt a Koliba, hogy a lépcsőfordulóba ültünk le, mert egyébként tehát a Kandó nem arról volt híres, tehát hogy ott a tanulókban ott állandóan ott ülnek az emberek, de amikor bibliakört akartunk tartani, akkor mindig megjelentek itt csapatostul az emberek, akik éppen akkor sürgősen tanulni szerettek volna, nem tudom. És akkor ilyen mondom, lépcsőfordulóba fönn, meg ilyenek, és mondtam, hogy hát főigazgató úr, hát hogyha lehetne valamit kérni, akkor nekünk egy hely kellene. És akkor az történt, megképzeljétek el, hogy az az 5-6 hívő fiatal, akik abban az évben ott a főigazgatói szobában találkoztunk minden héten, ő megmondta, hogy a bibliakörösök bármikor elkérhetik. És valahol ez egy óriási nagy bizonyság volt a számomra, hogyha lehet, hogy senki másnak nem fontos, amit csinálsz, ami szolgálatot váltál, de az Istennek fontos, és ő miatta csináljad, ő a legnagyobb főnök, még a Tóth Mihálynak is a főnöke, meg mindenki másnak is. Nagyon örülök, hogy eljöttetek a vérfagyasztó téma ellenére. Szeretnék egy kicsit bemutatkozni, már voltak ebből bakiaim, úgyhogy inkább fényképet hoztam, tehát ilyen szép mosolygós családom van már, amennyi így látszik belőle. Úgyhogy hát nem mindegy ilyen mosolygós, a hétköznapok azok sokkal harcosabbak, csak egy példát erre, tavasszal betörtek hozzánk, ez egy elég különleges esemény volt, és hát nem is a körülményeiről mesélnek, hanem nagyon érdekes volt, hogy bent veszik föl a nyomokat a nyomozók. Egyébként mondja, hogy ezt tudjátok, hogyha betörnek hozzátok, aki ilyen betörő, az 5 perc alatt megtalálja, hol van a pénz. Tehát azt mondta, az lehet, hogy nem tud 5-ig számolni, de úgy, mint a Tesco-ba, én megtalálom a kenyeret, ez bemegy egy lakásba, és oda nyúl, és kiveszi. Hát tényleg meg is találta a pénzt, el is vitte. És ott a hálószobába, ugye szerintem legtöbben ott tartják a pénzüket, ne tartsátok ott. De az volt az érdekes, egyszer csak jön be egy kollégája, és szétnéz a nappaliba, azt mondja, te jó ég, ezek jól felforgattak mindent. És akkor mondtam neki, hogy hát, mondom, az az igazság, hogy itt nem nyúltak semmihez a nappaliba. Ugye hát 3 gyerek, illetve akkor még nem volt meg a Marcika, úgyhogy van 3 gyönyörű szép lányom, és nem egy csúnya, hanem hát van egy gyönyörű szép fiam is. Tehát így élünk, már 12 éve vagyok egyébként házas, 35 éves vagyok, vagy 6. Telik az idő. Saját cégünket vezetem, résztulajdonosa vagyok egy kis informatikai cégnek, ilyen keresőknek a fejlesztésével foglalkozunk, 10-en dolgozunk összesen. A gyülekezetünknek a vezetője vagyok, illetve presbiter, és a fő feladatom az a tanítás, illetve a tanításnak a szervezése. És hát a Mózes könyvéből olvasnánk, az 1 Mózesből, és Ádámról és Éváról lesz szó, én gyülekezetben nőttem fel, és az igazság, amikor így kezdték, akkor tudtam, hogy nem jóra, semmi jóra nem számíthatok, de ne ijedjetek meg, most tényleg ők a téma, és nagyon fontos üzenete van belőle, hiszem Istennek. Az 1 Mózes 2.15-öt, hogyha kikeresitek, akinek van bibliája itt, az keresse is meg, mert végig mennénk majd itt egy részen, és elolvasnám egészen a 3.13-ig.
Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat. Formált hát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítő társat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és ez elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcseiből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járkált a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között, de az Úristen kiáltott az emberhez, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem, szeretnék imádkozni. Isten, arra kérlek, hogy te töltsd be a te lelkeddel bennünket, hogy az, ami itt van az igében már 1000 évek óta, az valamit megértsünk belőle újat, és te taníts bennünket, te lelked által. Amen. Úgy kezdődik ugye ez a mai ige, hogy Isten feladatot adott az embernek. 15. verse, hogyha visszamentek, azt olvassuk, hogy miért helyezte az édenkertbe az embert? Azt mondta, hogy művelje és őrizze. Munkát adott neki. És hadd mondjam ezt rögtön az elején, hogy az, hogy dolgoznod kell, hogy tanulnod kell, az nem a bűnesetnek a következménye, az nem valami átok, hogy ami hát ugye egész jó lenne ez a főiskolai időszak, meg minden, tehát Hawaii, meg minden, csak mit tudom én, ne kelljene tanulni. Nem, ez nem a bűnbeesés következménye, hanem Isten úgy találta ki a világot, hogy neked is, nekem is feladatom legyen benne. Valami, amit nekem kell megtenni, mindenkinek legyen munkája benne. És most hadd emeljem ki ebből azt, hogy azért ad feladatokat, mert szeretne formálni általa téged. És hadd mondjak egy példát, pont a tanulásnak a területéről, mert talán kik tanultok még egyébként, tényleg ki az, aki tanul? Ki az, aki már nem? Ki az, aki nem is jár iskolába? Ugye bárra lebuktak, mindegy. És akkor ugye sok felesleges dolgot kell tanulnunk, és rengetegszer érezzük ezt. Például én azt a durva példát szoktam, vagy azt hoznám, hogy például mi értelme van a kettős kovalens kötés megtanulásának. Ugye a Hanna azt mondja, hogy hát az ott kezdődnek az igazi szépségek ugye a kémiában. De az igazság, hogy az átlag emberek 99%-ának erre és sok más dologra az életben nincsen szüksége. Tehát ezzel szembe kell nézni, ilyen az iskolarendszer. De akkor minek, mi az értelme ennek az egésznek? És azt gondolom, hogy sokszor az mi az értelme, hogy Isten le akar téged tesztelni, hogy meg tudod-e feszíteni az erődet, oda tudod-e szállni magad dolgokra is, és megcsinálni dolgokat, hűségesnek lenni, hogy hajlandó vagy-e dolgozni, mondjuk.
Mert az az igazság, és nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, de még ennél nagyobb terek is vannak az életben, mint tanulni egy ZH-ra, vagy egy dolgozatra, vagy egy vizsgára, vagy ilyesmire. Például rád akarja bízni majd egy nőnek a terhét, és higgyétek el, hogy az egy nagy teher. Tehát nem olyan értelemben, hogy borzasztó, hanem az egy nagy feladat, és nem akárkinek való. És egy családnak a terhét szeretné majd Isten rád bízni. És föl akarja, hogy nőjél. És ha nem tudod fölvállalni egy ZH-nak egy terhét, egy vizsgának a terhét, akkor hogyan bízna rád nagyobb terhet? Legyél kitartó a feladataidban, mert Isten meg akar velük edzeni minden nap. Senki sem mondja azt, például én azt mondanám ilyen, hogy szoktam mondani a Krisztián, a nagyatádi, hogy olyan vagy, mint a... milyen? Nem tudom, kisportolt, földigiliszta vagy valami. Tehát ilyen hát nem, sose volt az erősségem, így a fizikai dolgok. Szóval azt mondanám, hogy én most holnap lemegyek az edzőterembe, és így kigyúrom magamat. Tehát azt mondanám mindenki, hogy Endre, tehát elment az eszed. Tehát ez nem így történik, hanem elmész egyszer, elkezdesz 20 kilóval fekve nyomni, és akkor mész, napról napra lehet emelni. Az igazság, hogy ez hülyeség, idő kell hozzá. Nem lehet 100 kilóval kezdeni a fekvenyomást. És lassan, fokozatosan megedződsz. És pont annak van az ideje, amikor tanulsz, amikor benne vagy ezekben a dolgokban, hogy megedződjél. Vagy például egy olyan munkához szerezd meg a szükséges iskolát, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez milyen földhöz ragadt gondolat, amiből mondjuk konkrétan el lehet tartani egy családot. Mondjuk esetleg fölmerül ez benned, hogy, és nem mondom mindenkinek informatikusnak, vagy vegyészmérnöknek, vagy mi vagy villamosmérnöknek, vagy ilyennek kellene lennie, lehet CNC esztergályos, marós, bármi, de azt, hadd mondjam azt példának, tehát hogy például valaki jutenyésztőnek tanult, tehát nem akarok így kiemelni senkit, mert vannak egyébként tippjeim, hogy milyen olyan iskolák vannak jelenleg a felsőoktatásban, amivel hát nem sok esélyed van, de mondjuk jutenyésztőnek tanulsz, és az elmúlt 20 évben 500 kilométeres környéken nem láttak bárányt, akkor nem sok esélyed van, hogy azzal munkát fogsz találni, és hiába fogsz sírni, hogy te meg nem értett valaki vagy, nem fog menni. Nézzél körül, és most ezt nyilván nem csak a fiúknak, lányoknak is mondom, nézz körül, olvas újságot, nézd meg az álláshirdetéseket, hogy milyen embereket keresnek. Ne csak a sportrovatot, meg a vicceket olvasd el, hanem olvas ilyen dolgokat is el, és tedd meg a szükséges lépéseket most, hogy 5 év múlva Isten valami nagyobb terhet tudjon rád bízni. Minden nap edzél, nem fogja más megcsinálni helyetted. Mit bízott még Isten az emberre? 17. versben azt olvassuk, hogy felelősséget is bízott rá, mert ugye nem csak úgy nem egy robotgépet teremtett, hanem azt mondta, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És mondhatjuk azt, hogy Isten döntési helyzetbe hozta az ember. Tehát nem úgy teremtette meg, hogy ott az valami... tényleg, mint egy program így végigfut, amiből ki el se lehet térni se jobbra, se balra, hanem felelősséget adott. És pontosan megint csak egy olyan dolog, amit a ti korotokban, vagy a fiatalként Istennek az akarata biztosan, hogy felelősséget vállaljatok dolgokban, egyre nagyobb felelősséget, hogy egyre inkább teherbíró férfivá és nővé tudjon benneteket nevelni. Ne meneküljetek a felelősség elől. Van egy ilyen lehet, hogy korszellem most, hogy menekülni előle, mert az nem jó, hogyha felelősséget vállaltok. Isten a felelősség által akar formálni bennünket. Aztán tovább olvassuk, egy nagyon érdekes mozzanat, ugye a párt vagy segítőtársat akar adni Isten az embernek, és először állatokat formál. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Mit lehet ebből tudni, pláne férfiakról? Hát például azt, hogy tehát az Ádám, az ember nevet adott az állatoknak. Szóval ez egy intelligens ember volt, tehát így tudott gondolkodni, meg tudta különböztetni, hogy ez itt egy teve, az egy oroszlán, zsiráf, és így tovább. Tehát nem volt egy ilyen fogalmatlan, hogy lövésem nincs semmilyen dologról, fogalma volt a körülötte levő világról. És hadd mondjam ezt nektek, lányok, ezt nagyon komolyan mondom, nem nincsenek még ilyen évtizedes tapasztalatok mögöttem olyan szempontból, de már láttam nem egy rosszul elindult házasságot, meg olyat is, ami rosszul fejeződött be sajnos, hogy... Fogok ugye beszélni még többet arról a fiúknak, férfiaknak, hogy felelősséget kell vállalnotok,
És hogy lelki vezetővé kell lenni a családban, és én rengeteg nőtől, vagy jó sok nőtől hallottam már, hogy figyelj, nekem olyan fogalmatlan a férjem, az nem tud dönteni, hülye döntéseket hoz, olyan béna, és itt ilyeneket mond, és akkor az jut eszembe, hogy könyörgöm, akkor mi a túrónak mentél hozzá? De komolyan mondom. Tehát, hogyha az igazság, ez nem akkor derül ki, hogy valaki döntésképtelen, hanem egyszerűen észre kell venni. És ilyenkor jön, amikor azt mondja, én nem tudok felnézni a férjemre, akkor ne menjél hozzá ilyenhez, ne menj ilyen férfihez hozzá. Keressetek olyan férfit, persze, mondhatjátok, akkor nagyon leszűkítem a mezőnyt, hogy akire fel tudtok nézni, aki vezető tud lenni. Ez még később jön. De ilyenhez sem menjetek hozzá, tényleg. Tény az is, tehát, hogy nem születik senki sem vezetőnek, én erről vagyok meggyőződve, hanem ez fel kell nőni, és kell türelmesnek lenni, és rá kell bízni a felelősséget egy férfire, és hagyni kell, hogy dönthessen dolgokba, és hogy vezető lehessen, felnőjön a feladathoz. De könyörgöm, hogyha a csírája se látszik benne, akkor inkább hagyd. Hagyd, meg fuss az életedért, ugye, hogy szokták mondani, ez nem szabad ezt csinálni. Ugye, és akkor itt van azok a férjek, akik olyanok, mint a legnagyobb gyerek, ugye, hazajön a munkából, jó esetben ugye elmegy, kinyit egy sört, meg kinyitja a Népsportot, leül, és akkor nézi a tévét, és aztán felteszi a lábát, alszik, ennyi az élete. És komolyan mondom, mint egy óvodás, így gondolkozik. És például azt mondja valakinek, hogy hát a devizahitel az kockázatos, és hát hogy adósodjon el a családunk, és akkor azt mondja, hát nem tudom, engem ilyen hülyeségek nem érdekelnek, de a Reálnak a kezdősorát azt föl tudom sorolni pozíciók szerint, mert az fontos, azt ez mindig elolvassa az újságból, de ezekkel nem foglalkozik, és mondjuk közben tönkreteszi anyagilag a családját. Ha ilyen fogalmatlannak tűnik egy srác, egy fiú, akkor inkább hagyd, tehát te nem fogod megnevelni. Ugye ezt szokták mondani, hogy van ez, hogy ugye a férfi azt hiszi, hogy a nő nem fog megváltozni, pedig meg fog, és a nő azt hiszi, hogy a férfi meg fog változni, pedig nem fog. De van benne egyébként igazság, tehát ezzel számolni kell. Még akkor is inkább hagyjad, hogyha vicces, jól néz ki, vagy kisportolt, meg mit tudom én. Az igazság, hogy a házasság az egy olyan dolog, hogy így konkrétan azzal az emberrel napról napra úgy együtt kell majd élned. Tehát az nem azt jelenti, hogy elmegyünk az ifi istentiszteletre keddenként, vagy pénteken meg buliba, vagy nem tudom ki, hova szokott járkálni. Tehát ennél sokkal hétköznapibb dolgok vannak, és nem így történik, hanem hétköznapi helyzetekben sokszor fáradtan, kimerülten döntéseket hozni, együtt dolgozni, persze van sok öröm is, de nehéz helyzetekben. Így kell, egy ilyen felelősségteljes élet áll előttetek. Aztán azért szerencsére nem ért véget a tevénél a történet, hanem folytatódott tovább, ugye mély álmot bocsátott 21. verstől, az Úristen az ember és az elaludt, akkor kivette az egyik oldalbordáját és húst tett a helyére, az emberből kivett oldalbordát, asszonnyá formálta az Úristen és odavitte az emberhez, akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mesztelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Isten adott Ádám mellé egy nőt. Gondolkoztam, hogy milyen képet tegyek fel, de hát pont itt a kontextust olvassátok, tehát ilyen képet mégse lehet feltenni. Úgyhogy ugye megteremtett Ádámnak Évát méghozzá mesztelenül. Tehát azért fiúk, magunk között vagyunk, azért ez a férfinak az álma. Egy mesztelen nő ott van mellette. Ez igen, és minden fiú azt mondaná erre, hogy ez a nagybetűs élet, és mondhatja Ádám, hogy végre nem csak művelni, meg őrizni lehet a kertet, végre valaki, aki igazán jól néz ki, egy igazi bombázó, ő kell nekem. És lányok, meg lehet azt mondjátok, hogy hát azért Évának könnyebb dolga volt, mint ma, ugye, mert hát ugye előtte Ádám az állatoknak adott konkrétan nevet, és hát ugye egy tevéhez képest azért, na, tehát mindenki jól néz ki. Talán Merényi Zoli mondta egyszer egy régi ifi konferencián, még 20 évvel ezelőtt, amikor még ilyen helyekre jártam, hogy hát azért 150 évvel ezelőtt a nőknek könnyebb volt a helyzetük, bár én azért azt mondom, hogy egy mai nő nem hiszem, szívesen visszamenne a mosógépről, nem hiszem, hogy lemondanának, de hogy könnyebb volt a helyzetükben, ugye kiment a gazda konkrétan
dolgozni. Reggel ment a tehén fara, vagy a mi ló, városi gyerek vagyok én is, ló mögött egész nap, és akkor este hazament, és ránézett a feleségére, és hát azért nem volt kérdés, hogy melyik a szebb, nem? Tehát, de tényleg, tehát sokkal, szóval ilyen mezőnyben ugye nem nehéz nyerni, de ugye ma sokkal nehezebb a helyzet, és komolyan mondom, ugye, hogy ilyen modell csajokkal kell versenyezni, akik ugye nem is léteznek, mert Photoshopban rakták őket össze, és valóságukban nem is olyanok, mint ahogy hogy levetítik, és ahogy ott vannak. És hadd mondom azt, lányok, hogy ne aggódjatok ezen, hogy hogy néztek ki, vagy hogy elég szépek vagytok-e. Van egy nagyon fontos igazság, és nem nagyon szoktunk ilyenről beszélni, de én azért elmondom nektek, mert Isten ezért mondja többek közt azt, hogy ne éljetek szexuális életet a házasságon kívül. Se előtte, mert az ugye paráznaság, se közben, ha már házas vagy, mert az házasságtörés. Mert van egy nagyon fontos igazság. Amikor férhez fogsz menni, és ha úgy tudod ezt végig tenni, hogy tisztán élted végig az ismerkedésednek az idejét, és nem adtad oda magad neki, vagy másnak előtte, és lehet, hogy te azt mondod, hogy ezt már elrontottad, de akkor mától lehet másképp csinálni, és nem adod oda magad neki, mert nem biztos, hogy ő lesz majd a férjed, egészen addig, amíg konkrétan ott nem vagytok a házasságkötő teremben. És nem kéred fiúként a testét, mert addig nem kéred, amíg nem vagy hajlandó felelősséget vállalni az egész életért, hogy te ragaszkodsz hozzá az egész életedben. És egyébként van egy másik ok is, hogy nem akarod, hogy pont a testi kapcsolat élvezete miatt hülye döntéseket hoz, és ne vegyed észre azokat a pont mondtam figyelmeztető jeleket, amik mondjuk a jellemében látszanak, és azt mondanád az eszedbe, hogy menekülni kellene, de mégsem tudod megtenni. Tehát nem teszed ezt meg, és kitartasz, és eljöhet majd a mennyegződ, amikor ott fogsz állni a férjed mellett, és véget ér ez a soha véget nem érőnek látszó nap, aki már volt ott, tudja, hogy tehát ez valami nagyon hosszú, de azért jó, tehát a nők nagyon szeretik a mennyegzőt. És véget ér, és akkor ott leszel a férjeddel majd a egyedül, kettesben, akkor van egy nagyon fontos igazság, lányok, és ne felejtsétek ezt el, hogy te leszel a leggyönyörűbb meztelen nő a szobában. Nagyon fontos igazság ez. Ne aggódj, csak te leszel neki. Pontosan ugyanúgy, mint Ádámnak Éva. Ezért mondja Isten, hogy ne élj szexuális életet előtte, hogy csak ő legyen neked, és ő legyen a legszebb, gyönyörű, legszebb meztelen nő a világon, aki csak létezik. Figyelj, persze nem mondom, hogy legyél igénytelen, figyelj magadra, ne egyél túl sokat, mozog meg ilyesmi, de, és ez a fiúkra is vonatkozik, de hidd el, hogy te leszel a legszebb. És a fiúknak egy nagyon fontos figyelmeztetés, erről se szoktak beszélni, de én elmondom, ha már ilyen messziről jöttem, ilyen nehezeket is elmondok, a pornóval kapcsolatban. Erről nem nagyon szoktak beszélni, valakitől azt hallottam, most járok a TCM Bibliaiskolába, és mondja, az igazság nálunk, a gyülekezetben nincs, az Isten tiszteleten nincs a pornóval semmi probléma, azt mondja, az otthonokban van a probléma. És lehet, hogy ugyanígy, tehát itt ez sose jön föl, de lehet, hogy hazamész, és a kollégiumban már probléma van. Azt mondod, hát én ezzel nem ártok senkinek, az annak mi baja lesz abból bárkinek, hogy én ilyeneket megnézek. Az az igazság, hogy mérgező. Isten ugyanis nem akarja, hogy a fejed tele legyen hamis képekkel, ne nézz ilyen filmeket, ne kattints ilyen képekre a neten, mert megmérgezed vele a gondolataidat, ugyanis ne felejtsd el, hogy Isten oda akarja neked adni a leggyönyörűbb meztelen nőt. Komolyan mondom, ne roncsd el előre a szexuális életedet, mint ahogy Ádámnak is odaadta, csak várd meg. Andy Stanley-től hallottam ezt a példát, ő fogalmazza ezt így meg, hogyha pornót nézel, akkor olyan, mintha minden egyes alkalommal egy mentális edzésen vennél részt, és ezt a három dolgot újra és újra tanítod magadnak, és mint ahogy egy edzésen begyakorlod ezeket a gondolatokat vagy mozdulatokat, beleégeted a fejedbe, és nem fogsz tudni szabadulni tőle, mert amikor pornót nézel, ezt tanítod magadnak, egy igazi nő teste nem elég, egy nő teste nem elég, a feleségem teste nem elég. És ha nem hiszed el, hogy ez így van, akkor én azt ajánlom nektek, vagy nem hiszed el, hogy ez káros, akkor mielőtt majd, vagy eljutsz odáig, hogy már megvan a jövendőbelid, és már tervezitek az esküvőt, akkor tedd meg azt, hogy hívd el egy jobb étterembe, tehát ez nem a KFC Burger King vonal, hanem valamivel kicsit feljebb, vegyél legalább 5 szál virágot neki, vacsorázzatok meg, te fizess a végén természetesen, és
vacsorázzatok meg, és a végén vedd a kezedbe a kezét, és nézd mélyen a szemébe, és mondd ezt neki, hogy drágám én, vagy nem tudom ki, hogy szólítja, tehát hogy nagyon örülök, hogy te leszel a feleségem, de szeretnék neked egy dolgot azért elmondani. Nekem azért így néha arra szükségem lesz, hogy pornót nézzek, mert jó lenne, hogyha tudnád, hogy nekem egy nőteste nem elég, egy igazi nőteste nem elég, és nekem a te tested az nem elég. És aztán majd mondd el utána a következtetést. Ne tedd tönkre előre a házasságodnak a szexuális oldalát, mert hidd el, hogy nincsen nagyobb, jobb módja ennek. Annak ellenére, hogy ez abszolút nem mai kultúrában szinte már elfogadhatatlan vagy ódivatú, nincsen jobb módja ennek sem, mint ahogy Isten megtervezte. Isten oda akarja adni neked a leggyönyörűbb meztelen nőt. Tehát az igazi szexhez, valaki azt mondta, két nem és két igen szükséges. Két nem, ugye, jó esetben, ugye mindenképpen, hogy egy férfi és egy nő, és ő két igen is, hogy igent mondanak egymásra, és akkor valaki mondja nekem, hogy hát persze, Endre, hát ez nem így van, hát ugye múltkor én a barátnőmmel, hát ugye, hát úgy megvolt, és akkor megvagyunk. Én erre csak azt tudom mondani, hogy én meg múltkor láttam két kutyát az utcán, és ott akcióban voltak. Most akkor az igazság, hogy ez nem szex, ez biológia. Az nagyon messze van az igazitól. Az, mert az igazi az, amikor valakivel együtt lehetsz újra és újra, akinek oda szántad az életedet, és akihez ragaszkodsz az életed harcain át, és egyre jobb és egyre nagyszerűbb lesz. Én így kaptam a Timit, a feleségemet, ő így kapott engem Isten kegyelméből, és nagyon örülök neki, hogy ő mennyire örül nekem, azt meg tőle megkérdezhetitek, hogyha találkoztok vele. Szóval megköttetett az első házasság, és ugye mi történt? Megoldódott Ádámnak az összes problémája, nem? Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Megszűntek a kísértései. Van azért ebben ez erős figyelmeztetés, fiúk, tehát azért elgondolkoztató, hogy igazán ekkor kezdődtek a nagy, legnagyobb problémák. És nem mese éppen ezért a Biblia, mert nem ér véget egyetlen házasság története sem ott, hogy igen, és akkor kimondták a boldogítót, és akkor úgy éltek, amíg meg nem haltak. Ne úgy gondolj a házasságra, ami majd megoldja a problémáidat. Például a pornóval kapcsolatos problémáidat nem fogja megoldani. Ha a rabjává leszel, nem fogja akkor sem megoldani. Isten neked akarja adni a leggyönyörűbb meztelen nőt. A kísértésről. Jön a kísértő. A kigyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. Kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, nem ehettek abból. Ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az első, amit észre lehet rögtön venni, hogy a sátán az mindig hazudik, még akkor is, hogyha kérdez. Tulajdonképpen csak kérdezett, ne hallgass rá. Nagyon furcsa, hogy ugye ígéretet tesz a sátán, és mit ígér? Hogy olyan leszel, mint az Isten. És nagyon, nagyon érdekes, hogyha visszább lapoztok a hatodik versben, a második részben, azt olvassuk, hogy Isten olyanná teremtette. Azt mondja, az Isten a saját képmására teremtette az embert. Amikor a sátán ígér, akkor is nem ígér semmit, és mindent el fog venni. És megkísérti ugye a nőt. És tudjátok, mi az érdekes kérdés? Hogy hol volt Ádám, miközben Éva kígyóval ilyen jól elcseveg, és ilyen jól elbeszélgetnek. Hol volt Ádám? Tessék? Dolgozott? Ez a megdöbbentő. Honnan lehet ezt tudni? A hatodik versben ezt olvassuk, ugyanis nem, tehát nem valahogy Éva elkóborolt a délutáni szundítás alatt, vagy ilyesmi, hanem azt olvassuk, hogy az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arra a fáról, evett, majd adott a vele levő férjének is. Szóval az igazság, és mit csinált Ádám? Szépen megette azt, amit az asszony adott neki. Nem szólt egy szót sem, tehát egyébként a feleség főszét, tehát tényleg meg kell lenni, de ez nem erről szól, hanem hogy mit csinált Ádám? Csak állt ott, mint egy birka. Semmit nem csinált, szépen megette. Nem csinált semmit, és mondta, hát ez is baj.
És az igazság, hogy igen, mert vannak olyan bűnök, amikor megteszel valamit, elkövetett bűnök, amikor rossz dolgot teszel meg. De vannak olyan bűnök is, amikor nem teszel meg valamit, amit meg kellene tenned. Ezek az elmulasztott bűnök, vagy ilyen mulasztási bűnök. Nem teszek meg valamit, amit meg kellene tennem. És azóta is pontosan ugyanilyen, és itt látom azt benne, hogy ez rólunk is szól, ebben is ugyanilyen most is nagyon sokszor, nagyon sok férfi. Nem törődnek a feleségük, a családjuk lelki életével, csak ülnek bambán a tévé, vagy az internet, a számítógép elett, és egyszerűen nem csinálnak semmit. Nem csinálnak rosszat, úgymond, csak nem csinálnak semmit. És tudjátok, milyen hálás lett volna az Éva, hogyha az Ádám a kígyót, amikor jön, akkor elküldi a sunyiba. Nem? Éva, hálás lett volna, vagy szétverte volna a fejét, mármint a kígyónak. És, de Ádám az nem csinált semmit, értitek? Csak ott állt bambán. És megint a lányok megkérdeztetik, hogy hát hogy lehet az ilyen fiúkat felismerni? Mert megint csak azt mondom, ha ilyennel hoz össze a sors, akkor jobb, hogyha menekülsz. Úgyhogy kinyitod a szemedet. Tehát ebben van egy ilyen nagy rejtély. Megfigyeled például akkor, amikor a gyülekezetben arról van szó, hogy 20 széket, meg egy asztalt, vagy kettőt arrébb kellene tenni, mit csinál ez a srác? Például vannak olyanok, akik ilyenkor, tehát mint a puskából lőtték volna, akik hirtelen megindulnak másik irányba, vagy hirtelen beszélgetniük kell valakivel, vagy megszólal a telefonjuk rejtélyes módon, nem tudom, de és valakik menekülnek az ilyen elől, vagy ha vendégségben vagy náluk, és nem hajlandó szín egy poharat se arrébb tenni, csak tehát látod, hogy lusta például, akkor jobb, ha elgondolkozol. Persze lehet, nem tudsz gondolkozni, mert az asztal alatt fogja a kezedet, és az milyen romantikus, de konyörgöm, gondolkozzál. Tehát ha ilyen nyilvánvaló jeleket látsz, nem fog megváltozni. Vagy egy másik példa, táboroztok a fiatalokkal, és tűzifát kell gyűjteni a tábortűzhöz. Egyszerűen nézd meg, mit csinál. És ez teljesen saját mondat, szerintem nagy igazság van benne. Hidd el, aki mások előtt nem szorgalmas, az nagyon lusta, amikor egyedül van. Ez így van, hidd el. Tehát, és borzasztó dolog egy olyan férfival együtt élni egy nőnek, aki lusta, és nem hajlandó tenni és küzdeni a családjáért. Figyeld meg a nyilvánvaló jeleket, és érts belőlük, és ha kell, akkor fuss messzire. Ha nem teszed, borzasztó életed lesz feleségként, és persze igaz ez fordítva is, egy lusta nő se sokkal jobb. De én azért jöttem el, hogy ezt elmondjam. Én szóltam, engem nem hibáztathat. 7. verstől, ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, ugye megtörtént a bűnbeesés, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket főztek össze, és árnyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kertfái között, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy. Hát Ádám most már, hogy megcsinálták a bajt, most már úgy gondolt, hogy kézbe veszi az események, vagy a dolgoknak az irányítását, és hát brilliáns tervet eszel ki. Azt mondja, ha már ilyen megcsináltuk a bajt, akkor most jól elbújunk Isten elől, ide a fa mögé, ide én beállok, Éva táj ide mögém, most biztos nem is fog meglátni, nagy koponya. Szóval elbújnak, és Isten ezután, a bűn után is keresi az embert. És figyeljétek meg, van egy nagyon érdekes dolog benne, hogy kit keres Isten? Kit keres Isten? Évát? Hogy Éva, mit csináltál? Az az érdekes, hogy nem, Ádámot keresi. Isten a férfit kéri számon. És miért? Pedig nem ő követte el konkrétan, nem, a dolgot. Nem ő követte el a bűnt, és mégis ő a felelős. Hadd mondjam ezt, hogy ebben is isteni igazság van, hogy te vagy férfiként a felelős. Mert a férfi a lelki vezetője egy családnak. Fiúk, ti lesztek a családotokért a felelősek. A feleségetekért először, aztán a gyermekeitekért. Nem a lelki pásztor, nem a gyülekezet, meg bibliaköri tanító, vagy akárki, hanem ti lesztek a felelősek érte. Mit jelent vezetőjének lenni, valaminek a vezetőjének lenni? Azt jelenti, hogy rajtad van számon kérve valami, elsősorban felelősséget jelent. Rajtad múlik, hogy az udvarlásodban benne van-e Isten. Rajtad múlik az, hogy mentek egy gyülekezetbe, hogy jöttök-e mondjuk a közös ifire, vagy kimaradtok. Rajtad múlik-e, hogy bekapcsolódtok egy hádi csoportba, vagy nem. Vagy a te felelősséged, inkább úgy mondom, mert lehet, hogy nem csak rajtad múlik, de a te felelősséged, és akárhogy dől el, te rajtad fogja Isten számon kérni, a te felelősséged, hogy imádkoztok együtt, te vagy a felelős. Mindenképpen nincs kivétel.
Bár Éva kezdte el a gyümölcsöt leszakítani, Isten mégis az Ádámot kereste, mert ti vagytok a felelősek, mi vagyunk a felelősek, ha akarjuk, ha nem. És éppen ezért azt kérdezem meg tőled, hogy hogyan leszel te a lelki vezetője a családodnak, hogyha a saját magad vezetője se tudsz lenni sokszor. Hogy még egyszer se tudtál mondjuk odaállni fiatalok elé, vagy éppen a barátnőd, vagy akinek udvarolsz az elé, hogy figyeljetek nekem, vagy figyelj, most nekem Isten ezt üzente, vagy ezt mondta, vagy ezt olvastam a Bibliában, és rájöttem, hogy nekem meg kell változnom ebben. Vagy ezt is ezt tapasztaltam meg Istenből, és ezt szeretném neked mondani. Hogy nem üzen neked Isten semmit soha? Hogy lehet az? Nem, te rád nem bízott semmit. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem az internetezés, filmnézés és a számítógépes játék lelki ajándékát adta az Isten. De nem hiszem, hogy ez van. Inkább az van, hogy lehet, hogy ki se nyitottad a Bibliádat már hetek vagy hónapok óta, és szeretnék egy 40 napos próbára hívni benneteket, és vannak ilyen 40 napos dolgok, a Sanyi is csinál egyet. Erre a próbára. Lelki vezetője akarsz lenni a családodnak, akkor tedd meg ezt a következő 40 napban. Nem ilyen, hogy mondjam, nem egy maraton ez, nem egy elképesztően nehéz dolgok, ilyen dolgok, hogy következő 40 napban minden nap 15 percet fogom olvasni a Bibliámat, és felteszem a kérdést, hogy Isten mit akar nekem üzenni, miben változzak, és felteszem a kérdést, hogy mit tanultam Istenről, ki ő, milyen ő, stb. Vagy elmegyek ifibe és gyülekezetbe, és viszem a Bibliámat, és még jegyzetelek is, és eltelik 40 nap, és így végigcsinálod, de őszintén és komolyan, és nem kapsz Istentől semmilyen üzenetet, akkor én komolyan mondom, megadom a címemet, nem csak e-mailt, rendes címet, vagy följövök 40 nap múlva, és szembe köphetsz, komolyan mondom. Hogyha Isten neked nem ad üzenetet ebből alatt a 40 nap alatt, akkor megteheted, mert Isten nem hazudik. És valakik azt mondják, hogy figyelj, Endre, hát nekem nem szokott így Isten mondani semmit, és tudjátok, hogy miért nem szól neked Isten semmit? Azért, mert nem érdekel. Tulajdonképpen téged nem érdekel, mert úgyse teszed meg, amit mondani akar. Ha meg akarod hallani a hangját, akkor meg is fogod. Én honnan tudod ezt? Honnan tudom, hogy Isten nem hazudik, és ő azt mondta, Jézus azt mondta, hogy az én juhaim ismerik a hangomat. És ez egy ilyen önmagát erősítő körfolyamat, hogyha Jézus hangját hallod és követed, egyre jobban megismered Jézust, egyre jobban fogod ismerni a hangját, és így tovább. Így fog ez önmagát erősítő folyamatként zajlani az életedbe. Próbáld ki Istent 40 nap, ha nem működik, komolyan mondom, megkereshetsz, és vagy akármi, amit akarsz. Akkor azt kérdezheted erre, hogy na hát, de én mit tudnék tenni Istenért? Én fiatal, fiú, férfiként, mit várna tőlem? Én két fiút röviden bemutatnék. Az egyik itt van, úgyhogy ő róla csak nagyon röviden. Ez a férfi katalógusnak az első két tagja. Valaki fiataloknak már Kaposváron beszéltem erről, és akkor kérdezték, utána jöttek oda hozzám, hogy hát hogy lehet bekerülni a katalógusba. Mondtam, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát azért itt bizonyítani kell. Az egyik a botond. Őről nem szeretnék sokat mondani, mert itt van, de nagyon tetszik az benne, amilyen gátlástalanul beszél Jézusról mindenféle helyzetben, ahogy a kosaras barátaival ott voltak egyszer Kaposváron is, és elhívja őket, és nem szégyelli az evangéliumot, és látom, hogy Isten használja. A másikról egy picit többet, a Benedek Zalán, egy 26 éves srác, egyébként mind a kettő egyedülálló még, e-mail címet azért nem, tőlem nem. Facebookon biztos meg lehet őket találni. Szóval a Zalán idén egy nagyon érdekes dolgot csinált a Dunántúli ilyen vezetői csoportban. Az a döntés született évelején, hogy az lesz az idei egyik missziós, vagy legfontosabb missziós eszköz, hogy egy színdarab lesz előadva, és Zalán volt a rendező, és oda szánta arra ezt az évét, hogy körülbelül ilyen zseppénzért, de tényleg, tehát nagyon minimális összeget tudtunk neki fizetni, vállalta azt, hogy ez a fél évben csak ezzel foglalkozik, és vagy, hú, én nem is tudom a számokat, 7 gyülekezetben, még Budaörsön lesz egy helyen, aki nem volt még ott, óriási élmény, és vagy 20 helyen előadták ezt a színdarabot, és Isten nagyon nagyszerű dolgokra használt, és oda szánt erre az életét, pedig mondhatnánk, hogy tölthetné mással is az idejét, és látom azt, hogyha Isten, valaki Istent komolyan veszi, akkor Isten egyszerűen használja.
És Isten engem is megszólított például egyszer, hogy nekem is tovább kell adnom valamit. 16 évesen egy nyári táborból mentem hazafelé, talán Bodajkon, vagy nem tudom, hol voltak akkor a nyári táborok, és hazafelé olvastam a Bibliámat, és pontosan akkor értem az Ezékiel könyvéhez, és az Ezékiel 33-hoz. És akkor ezt olvastam ott a vonaton, és azóta is próbálok, vagy próbáltam már sokszor szabadulni ettől, de egyszerűen nem tudok. Így szól, 33:1-9, így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mond nekik. A fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet. Akkor, ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, hogy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel, a vére a saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmentette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de a vérét az őrállótól kérem számon. És itt jön az Istennek a megszólítása, emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számom. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és nem tér meg útjáról, akkor az meghal bűne miatt, de te megmentetted a lelkedet. És én ezért jöttem el ma este, mert Isten ennek hívott el őrállónak. Nem tehetem, hogy ne mondjam. És én gondolom azt, vagy hiszem azt, hogy Isten téged is, vagy vannak, akiket erre meg akar szólítani. Arra mindenképpen, és ez minden férfinak, fiúnak szól, hogy legyél magadnak, és aztán a családodnak is a lelki vezetője. Ehhez pedig az első lépés tényleg az, hogy felvállalod a felelősséget a saját életedért. De van olyan is itt, akit Isten arra szeretne megszólítani, hogy add oda az életedet arra, hogy őrálló legyen. És lehet, hogy azért jó is, hogy én beszélek erről, mert ez nem csak azt jelenti, hogy valaki lelki pásztor lesz. Én nem vagyok főállású pásztor, vagy ilyen főállású szolgáló, de Isten elhívott erre a szolgálatra, és egy konkrét helyre, kifejezetten Kaposvárra, hogy ott legyek őrálló, és ez az én feladatom. És lehet, Isten arra hív, hogy legyél ilyen őrálló, vagy vezető az ifidben, vagy a gyülekezetben, vagy ahol vagy, legyél vezetője mások, és felelősséget válasz, mert megértetted az elhívást. Pár hete volt a Jesus Culture-nek ugye a koncert, én is szerettem volna ott lenni, éppen megbetegedtem, de belehallgattam a neten, akkor ment, és pont abban a részben, amikor arról beszélt a, nem tudom, hogy hívják, a férfi, aki vezeti, hogy Isten sokakat megszólít, csak kevesen mondanak rá igent. Mondj igent Istennek. Azért, hogy továbbadhass másoknak az üzenetét. És lehet, hogy valaki azt mondja, hát én félek, én nekem rendszeresen mondják, fiúk, hogy én félek mások elé állni, meg én nem vagyok ilyen szereplős típus, és azt mondom, hogy nagyon jó, hogyha ez így van, mert nem a szereplésről beszélek, arról beszélek, ezt szoktam kérdezni, hogy nem az a kérdés, hogy szeretsz-e beszélni, hanem az a kérdés, hogy van-e mit mondanod, hogy van-e üzenet a szívedben. És tudjátok, én például, amikor ugye ezt a biztatást kaptam, akkor tudjátok, hol prédikáltam először. A nagymamám kertjében a cseresznyefán. És tényleg valahogy úgy éreztem, hogy Isten ad a szívembe gondolatokat, és akkor úgy azt, hogy hangosan így kimondtam, és őt prédikáltam, és hát mondhatjátok, hogy volt-e értelme, hát a rigók azok menekültek, én meg, de rájöttem, hogy volt egy nagyon fontos értelme, hogy Isten puhította a kemény szívemet azokkal a gondolatoknak által is, és volt értelme. És azt is elmondom, hogy most is úgy van legtöbbször, amikor emberek elé állok úgy, hogy Jézusról beszélek, mert más helyzetekben is szoktam több ember előtt beszélni, akkor ez nem nagyon szokott jelentkezni, de ilyenkor igen, van, amikor így látják a gyülekezetben, és így szárad ki a szám, és akkor hoznak vizet, és akkor kézbe veszem, és akkor így remek közben a kezem. Azért, mert folyamatosan az a felelősség ott van bennem, hogy nagyon nagy az őrállónak a felelősség, amiről itt olvastam, hogy Isten, én nem tudom, hogy ez mit jelent, tehát én nem akarok belemagyarázni az igébe semmit, hogy mit jelent, hogy a vérét a te kezedből kérem számon, de elég rosszul hangzik. Tehát akárhogy is nézzük, tehát ez egy elég kemény figyelmeztetés.
tovább kell adnom, amit Isten rám bízott. És ezért voltam ilyen őszintén, és beszéltem olyan dolgokról, amikről talán nem szoktak, hogy ne mondd azt, hogy nem volt senki, aki nekem ezt elmondta volna. Ne mondhasd azt. Elmondtam, és eldöntheted, hogy hiszel-e neki, vagy nem. Gondolkoztam azon, hogy föl lehet-e ilyenkor tenni ilyen kérdést, hogy te leszel-e őrálló, de rájöttem arra, hogy igazából, ahogy ez az én esetemben is volt, ezt ember nem teheti föl másik embernek, ez Istentől jön. Vagy rád bízza ő, vagy nem. Ezt ő tudja. Lehet, hogy most este, vagy hazamész, és tényleg nem a Facebook előtt töltöd az estédet, hanem kinyitod a Bibliádat, vagy lehet, hogy már meg is kérdezte. Pont az elmúlt hetekben ilyen dolgokat hallottál Istentől, hogy figyelj, én őrállónak hívtalak el. Valami üzenetet bíznék rád, csak te nem akarsz vele törődni. Akkor Isten újra azt mondja most, hogy te vagy az az ember. És ha Isten kérdez meg, akkor jaj neked, ha nemet mondasz. Mert az igazság, hogy bennem, meg benned is, igazából ilyen szempontból semmi különleges nincsen, hogyha nemet mondasz Istennek, akkor egyszerűen fog hívni mást. Nem vagyok pótolhatatlan ember az Istennek az országába. Azt mondta ugye Jézus egy alkalommal, hogy a kövek is tudnának beszélni helyettem. És ez a kérdés se hadd fejezzem be, hogy te mit mondasz Isten hívására, amikor erre szólít, hogy leszel-e lelki vezetője először is magadnak, aztán a családodnak, vagy leszel-e tényleg ilyen módon őrálló? Szeretnék most ezért imádkozni. Isten, meg vagyok győződve arról, hogy az elhívás az nem oldalról jön, hanem felülről, és nem emberi győzködés által, vagy valamit sokat, vagy meggyőzően elmondanak, hanem egyszerűen te rábíztál itt fiatalokra, fiúkra ilyen terhet. Azt mondtad nekik az elmúlt hetekben, években, napokban, hogy elhívtalak téged, hogy őrálló legyél. És szánd oda nekem az életedet, ne tarts vissza belőle semmit, és hallgass arra a szóra, amit én mondtam neked. És Istenem, arra kérlek, hogy ez így van, akkor ne engedd úgy, hogy kiessen a kezeink közül, kiessen a szívünkből, hazamenjünk és elnyomjuk mindenféle zenével, hülye videóklipekkel, vagy más dolgokkal, hanem hadd legyen ott a szívünkben kincsként a te igéd. És Istenem, hadd imádkozzak az én fiatal testvéreimért, barátaimért, hogy hadd tudjanak úgy élni, tisztán élni a házasságig, várva a szexel, hogy oda tud adni nekik a leggyönyörűbb mesztelen nőt, akit te nekik szántál. Hadd tudjanak felelősséget vállalni a családjukért. Istenem, formálj bennünket. Én se vagyok egy fantasztikus ember. Nekem is szükségem van napról napra a te erődre, változásra, megtérésre. Add ezt nekem is. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. És még mielőtt énekelnénk, még egy gondolatot hadd mondjak nektek. Nagy kérdés, itt vagyunk most Pesten egy ilyen ifi alkalmon, hogy hol akar Isten téged látni, mint őrállót? Ahol, itt ezt ilyen földrajzi értelemben kérdezem, hogy amikor én ennyi idős voltam, mint ti, akkor a Pintérferi barátommal nagyon sokat beszélgettünk így a jövőről, meg nősülés, meg ilyenek, meg munka, meg hogy lesz. És az az ige jutott mindig eszünkbe, hogy keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és minden más megadatik nektek. És úgy döntöttem akkor én, meg ő is, hogy ez lesz az első számú döntési szempont, hogy hol fogunk élni, hogy Isten hova hívott el bennünket. És ma azt látom, hogy legfőbb fiatalt körülöttem, legnagyobb meglepetésemre Isten arra hívja el, hogy Budapesten éljen. Megdöbbentő módon. Mert hogy itt jobban fizetnek mondjuk a munkahelyeken, például könnyebb munkát találni, és láttam volna olyan barátom, Móróc Milán Szemesen, éveken át küzdött azzal, hogy ő is az elhívás alapján döntött azzal, hogy ott maradjon, és nem talált munkát, de Isten megadta, és nem, én azt gondolom, nem akármilyen emberré formálódott közben a nehézségek által. Szóval ezt mondom, hogy amikor döntesz erről, és ez egy felelősségteljes döntés, legyen ez az első szempont, hogy Isten hol akar téged látni. Isten áldjon benneteket!